Most végre nem a kocsiból, hanem kiszálltam, és innen videózok. Megálltunk, ilyen színes házakat lehet látni a parton, nagyon jól néz neki, hangulatos. Lehetne menni ilyen különböző hajótúrára, de mi nem megyünk. Nagyon jól néz ki. A felhők még mindig a hegy csúcson vannak, nem szálltak fel. Azért szerintem, mert ma nagyon esős, meg hideg idő volt. Itt van Zoli is. Ő megint csak egy hamburgert szeretne. Hát azon termés reggel is, nem legyen. Még van talán egy látványosság itt ezen a szigeten, úgyhogy megyünk is, megnézzük, és akkor majd ott fog enni. Itt lehetne még tovább sétikálni, és akkor azt a részt mondják még, hogy az jól néz ki. Tehát azért, mert ugye olyan út van, ilyen kis erdei út, hogy ugye a fák között megy, és onnan látsz el a házakra. Mehetünk? Mehetünk. Most Zoli átvert. Azt mondta, hogy nyugodtan megállunk, filmezzem ezeket a felhőket, milyen szépen körbeöleli a hegyeket, de közben meg ellopkodja itt a kámiont. Fogalmat se sincsen. Nincsen. De ami nagyon furcsa, reggel felkeltünk, akkor esett az eső, és most nem akarnak a felhők fölmenni. Tehát itt egy napokból jöttünk, nem voltak itt a felhők. Nagyon jól néz ki. A sziget déli részén vagyunk. Megint egy vár, egy kastély romhoz érkeztünk. Ez a Castle Mowell, ha jól ejtem, nem tudom, hogy pontosan hogy kell kiejteni. Ilyen picike kis falu, ez is. Zoli odament teszi a pizzát mindjárt. Elvileg kapok én is bár picike pizzát rendelt. Itt van. Egy szobor, aranyos kisváros. És most észrevettem két halászt, akik most a hálót éppen, nem tudom, átnézik, vagy javítják. És mi visszatérünk ide. 9 incses pizzát rendelt, Zoli. Jó? Amúgy. Nem jó? Hideg? Sós. Pedig direkt ilyen... Ilyen tűzönsült, vagy mi tűzös... mi volt a neve? A tüzelési kemencélesi. Amit előbb a távolban néztünk, most eljöttünk ide. És itt kell felmenni. Na, szóval itt talált valamit. Itt kell elmenni, és megyünk oda. Kicsit közelebbre is megmutatom a hajóroncsokat. Ha feljön a víz, akkor is kétlem, hogy ezek még mennének bárhova is. Ezek már jó régóta itt állhatnak. És itt a kötelek között kell átmenni. Itt volt a... Hogy mondjak ezt? Mi ez? Hajó... Ház... Ahol tartják a hajót. És innen jött ki a sineken. Úgy engedték a tengerre.
Erről a váromról, kastélyomról nem tudunk semmit, csak azt, hogy ide jöttünk. A látványosságokról, amit megnézünk, nagy részben azt mi is a Google Maps-ről tudjuk, tehát a Google térképről, mint attrakció föl van rá tüntetve, föl rajta tüntetve. Igen, hogy látványosságok. Látványosság, rábökünk, és akkor eljövünk ide és megnézzük. Tehát azért nincs róla információnk, mert ezt nem mi néztük ki, hogy mi ez tulajdonképpen, mi a történet, miért van itt. És annyi, hogy néha azért nem tudunk róla infót mondani, mert amikor odaérünk, mert ugye GPS-ünk van, de odaérünk, és nem tudunk utána nézni, mert nincs net. Mert én azért néha utána néznek erről is, hogy pár mondatot. Jó, most van net, de a legtöbbször fent a hegyen nem volt net. Hát a skót felföl az életveszély. Tehát ott mindenki, aki ide jön, az töltse le offline térképet a Google-re, meg GPS-re jöjjön, mert nincs internet. Sehol. Ugyan, mert... Valahol is van, akkor csak esetleg mondjuk, nem tudom, ilyen H betűs, vagy G betűs, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon lassú internetben. De reggel amúgy esett az eső, igen, pici apró bogarak voltak, úgy beöltöztem, most meg olyan melegen van, mert most meg elég egy póló. Rövid nadrágot ne hordjatok, ha jöttök a Skótfjordra, akármilyen meleg van. Egy laza, szellős, de hosszú nadrágba gyertek, mert én is kaptam, hogy összeszedtem már egy kullancsot, meg a bogarak megesznek, olyan helyen vagytok. Reggel este jönnek elő a kis szúnyogok. Az arcomat is, a nyakamat, kezemet, bokámat, mindent végig csipkodtak. Na, itt a történet ennek a várnak. Mindes, a címer az elég sokat mondó, egy nagy agyarú vacsbaracskos disznónak a szájába keresztbe egy csont. Így nézett ki. A rövid részek lesznek. Igen. Téged veszlek. Nézzétek, amit mi látunk. Dizájnos rózsaszín zokni. Igen, hát a mosás, ami tiszta, azt veszük fel. Ha az NC 500-on az ember meg akar állni minden egyes látványosságnál, meg minden egyes helyen, ami jól néz ki, vagy szimpatikus, vagy ajánlott, hát akkor egy hónap is kevés hozzá. Hát így is már 8. napja vagyunk úton, és belehoztuk így is már ezt a Sky-szigetet. Tegnap el akartuk adni, végig is ott maradtunk, egy-két látványosság miatt. És most már csak egy-két, hát milyen a Harry Potteres híd, a viadukt? Ja, igen, a Glenfinnan viadukt. Leharcolva, hello. Szóval megyünk a Glenfinnan viaduktra, mit nézzünk meg? Azt a lófejszobrot, azt a hatalmas lófejszobrot Falkirknél, és még most talán egy várat. Ennyi a várom felülről. Ez az egy, mi ez? Ablak? Hát ablak, igen. Megmaradt ablak. De egyébként sem lehetett majd, mert nézem az alapterületét. Nem, ott volt, lent a rajzon látszódott. Bemegyek ide. A kilátás nem rossz egyébként. Az a kilátás. Ugye nem vagyunk magasan. Itt a korlát. És amúgy odáig beszokott jönni a tenger. Próbálok mindent körbemutatni alaposan, ha már csak ennyi maradt meg. Még nem tudom, miért kastély, ez inkább egy ilyen torony. Ilyesmi látvány. Viszont na, annak idején se spórolták ki az anyagot a falakból. Ezt nem akarok hazudni, de hát legalább 2 méter széles. Hát én még 185, legalább 2 méter, 2 méter 20 széles maga a fal. Na jó, megyünk tovább. Nem akózták el. Az úton Skóciában 30. részét láthattátok, ami 8. napunkat. Tehát rengeteg látnivaló van, hogyha ezt az NC500-at teljesíteni akarjátok, akkor hagyjatok időt magatoknak. Továbbra is segíthetitek a munkánkat egy lájkkal, egy kommenttel, és esetleg egy feliratkozással, hogyha még nem tettétek meg. Remélem, a következő részben is találkozunk, addig is, sziasztok!